kis iskolánk, a római katolikus egyház község hívei egy olyan közösséget, egy olyan szeretetteljes közösséget alkossanak, amikor mindig is nagyon jó egy olyan programot szervezni, amelyre szívesen jönnek, és majd egyre többen jönnek. Ez lehet egy első állomás is ezekben a programokban, és ehhez kérjük mindannyiuknak a segítségét, hogy ezek nagyon jól sikerüljenek. Hiszen a legnagyobb célunk az, hogy szeressük egymást, és erősítsük egymásban ezt a hitet, hogy ne az emberi gyarlóságnak a rossz dolgai erősödjenek, hanem igenis a szeretet legyen az, ami összetartja, összekovácsolja a mi közösségünket. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, hogy atyánkot folytatjuk a összmérlete, ez nem volt úgy nagyon megszervezve, teljesen spontán alakult, mint egy ilyen legó, úgy kell elképzelni, hogy elhatároztuk a tavaszi gyűléskor, hogy a nyári képviselő gyűlést azt egy lazábra fogjuk majd fogni, tehát ilyen szalonnasütés érve kint az udvaron. És aztán utána jött a gondolat, hogy hívjuk meg akkor a híveket is, akik el szeretnek jönni, ők is legyenek részt ezen, lehet beszélgetni, ismerkedni, a képviselőtestületnek a komoly, felelősségteljes munkáját megbeszélni. Aztán jött a másik gondolat, hogy hát akkor már ugye van egy katolikus iskolánk, amely mi családunkhoz tartozik, ugye úgymond, és hát akkor meghívjuk a pedagógusokat is, vagy pontosabban ők is meghívnak bennünket, és így alakult ki ez a mostani program. Ugye a Szentmisén elmondtam a tévében is, ugye a riporternek, hogy mindig körülnézek a templomba, és látom azt, hogy milyen sokan vannak. Ma is megszámoltam, több mint 200-an voltunk a 11-es Szentmisén, és akkor mindig olyan szomorú vagyok, amikor menjetek békével, mindenki kimegy, és akkor pár perc múlva már üres a tér, mindenki megy haza, mindenkinek van a saját családi elfoglaltsága, meg teendői, és milyen jó lenne, hogy időnként nem hazarohadnánk, hanem kicsit beszélgetnénk, ismerkednénk egymással, jaj, az, aki előttem ül a padban, ki az, hogy hívják, hol lakik. És akkor ugye az ősegyházban hasonlóképpen volt, hogy ott sem csak nem csak a kenyértörés volt a lényeg, hanem utána elosztották egymás közt az élelmiszereket, akkor voltak még szegényebbek, gazdagabbak, sőt, akár ugye amerikai egyházokban úgy építik a templomokat is, hogy van a templomtér, és alatta van egy ilyen közösségi rész, ahol pedig rendszeresen összejönnek, akár még bálokat is tartanak, vagy esküvőket, vagy bármi. Tehát azt szeretném én is éreztetni, és mindannyian, hogy elgondolkodjunk rajta, hogy nem csak egy templomi közösség vagyunk, akik összejönnek egy szertartás, után pedig hazamennek, hanem a templomon kívül is összetartozunk. Tehát azért jók ezek a beszélgetések, hogy ilyenkor lássuk azt, hogy kinek van valami gondja, pedig ha meghallgatjuk, hogy igyekszünk tanácsot adni neki, vagy igyekszünk akár másképpen is segíteni rajta. Tehát ezt szeretném, hogyha ez a mai délután is ezt szolgálná, hogy ameddig kedvünk van, addig beszélgessünk egymással, kötetlenül enni-inni lesz, mit úgy gondolom, tehát minden feltétele megvan annak, hogy ez a mai délután jó sikerüljön, és mindenkinek ez jó kedvet kívánok, meg egy jó étvágyat az ennivalókhoz. Ugye azért itt egy templom van a közelben, tehát akármilyen zenét nem lehet. Igen, komoly zenét lehetne, ilyen Haydn, meg Mozart. Arra nem lehet táncolni, úgyhogy igen. Jó, kérem, aki mindenki foglalja egy helyet, vagy ki lesz lehet menni, a falat, vagy a...